imádságaim elhalkulnak, és csak nézek magamba Bélán, ó Uram, most előbb erőt adj, hogy lássam az utat hozzád. Erdélyi Csaba versét olvassa Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke. A költő Lábam előtt Mécses című kötete tavaly ősszel jelent meg. A Közéleti és Kulturális Szalon rendezvényén a közönség megtudhatta, Erdélyi Csaba 2005 óta ír verseket, akkor még szerelmes művek születtek, de már azokban is jelen volt Isten. 2020-tól letisztázódott, a keresztény versek irányába kapott elhívást, áldásnak tekinti, hogy ezen az úton tud tovább haladni. Kettő darab kötetem jelent meg, 2021-ben az Erdélyi Szerelem című kötet, az még a szerelmes versekről szóltak, és 2023-ban, tehát tavaly novemberben jelent meg a Lábam előtt Mécses című verseskönyv, amiről most is lesz szó, és ezeknek a 80-90%-a már keresztény versek, de itt már a szüleimmel kapcsolatos versek is vannak benne, tehát a gyerekkori emlékek, amik úgy följöttek, és úgy megszülettek ezek a gondolatok. A Közéleti és Kulturális Szalonban most két vendég munkásságát ismerhette meg a közönség. Erdélyi Csaba mellett Zsirai László író, költő műveiről hallhattak a résztvevők. Elsősorban azt szeretném, hogy most, amikor ilyen világot élünk, amilyet élünk, vajon milyen szerepe van az irodalomnak, a költészetnek, és milyen szerepe van az ilyen beszélgetéseknek, összejöveteleknek. Véleményem szerint jelentős szerepe van, ezt hinni kell, mielőtt az ember belevág egy ilyenbe. És úgy gondolom, hogy a vendégeim is így érzik. Zsirai Lászlónak több mint 50 évvel ezelőtt, 1973-ban jelentek meg első versei a Vasnépe című Megyei Lapban. A Sopronban élő költő 6 verses kötete jelent meg eddig, ír novellákat a versek mellett, és egy kis regénye is megjelent. Számos elismerést kapott pályája során, a Mosoly Fény című kötetére Ferenc pápa küldte el áldását, és Áder János köztársasági elnök a spiritualista írásaiért Magyar Arany érdemkereszttel tüntette ki. Mindegyik írás arra törekszem, hogy a jót képviseljem. Amikor én politikai irányultságomat szokták kérdezni, én azt szoktam mondani, hogy jó oldali vagyok. Lelki tényezők a fő motívumok a verseimben és minden egyéb írásomban, és a pozitívumok előkerülése, tehát ha a negatív dolgot kezdtek írni, annak a végső kicsengése is valamilyen pozitív irányba tart. Zsirai László Liziői Szent Teréz mondását gyakran idézni, bármit teszel, azt mindig a jó és a szeretet vezérelje. Az író költő szívesen jön Székesfehérvárra, mert, mint mondja, a magyar irodalomban a város egy fontos bázis. A Vörös Marti Társaság munkáját figyeli, a vár folyóiratnak időről időre munkatársa.